A Szent István király tiszteletére megrendezett augusztus 20-ai tarcali eseményen Butta László, a település polgármestere mondott ünnepi beszédet. A polgármester hangsúlyozta azt, hogy március 15 és október 23 után ez az az ünnep, amellyel a sikeres országépítő munkát ünnepeljük. A magyarság viharos történelmét nézve állíthatjuk, hogy kivételes alkalom, hiszen olyan eseményre emlékezünk, amely nem hordozza magában a negatív végkifejlett keserűségét. Szent István reálisan látta a magyarság helyzetét. Tudta, hogy Magyarország a német-római és a bizánci császárság között csak úgy maradhat meg, ha valamelyik mellé áll, de közben saját erejét is megőrzi. Követve apja intelmeit a nyugatot és nem a keletet választotta. Butta László kiemelte, hogy a legnagyobb királyunk ott alapított országot, ahol tartósan senkinek sem sikerült. Török Dezső, a Borsodapói Zemplén megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy augusztus 20-án Magyarországot ünnepeljük, a mindennapokat Szent István király intelmei szerint kell élnünk. Kiemelte, hogy az idők szavát felismerve csatlakozott a feudális keresztény Európához, miközben megőrizte hazánk függetlenségét. A mára nézve is érvényes Szent István célja. A modern 21. századi Magyarország is csak akkor lehet sikeres, ha ragaszkodunk Szent István örökségéhez. Egyszerre vagyunk büszke magyarok és az Európai Unió egyenrangú polgárai. Figyelmeztetett, hogy nagy királyunk intelmei nem csak az ország vezetőihez, hanem hazánk mindennapi polgárához szólnak. Szorgalmazta az összefogást, egymás értékeinek megbecsülését. Ne az okot keressük, hogy miért nem lehet valamit megcsinálni, hanem azt, hogyan tudjuk, kérte a közgyűlés elnöke. Az ünnepi gondolatok után a helyi egyházvezetők a hagyományoknak megfelelően megszentelték és megáldották a nemzeti színszalaggal átkötött kenyeret. A rendezvény végén a Miskolci Nemzeti Színház színészei, Eperjesi Erika, Kincses Károly és Kriston Milán adtak műsort. Oly távol vagy tőlem, és mégis közel.